Jó van, drága. 49 van. Csináljunk még egyet? Vagy csináljunk egy oldást? Mit szeretnétek? Oh, jó volt? Oldást. Oldást mire? Old meg magad! Oké. Okay. Oldást. Uh-huh. Amire gondolsz, nem? Látom meg. Szenvedéshez való ragaszkodást. Az veszélyes, mert utána örjöngeni kezd az ego. Az, értem, miről beszélsz, de... Jó, mindegy, figyelj, tegyünk akkor egy-két olyan hipnotikus kapcsolót, ami segít, de hozzám negyere sírba. Robert, te miattad? Miattam, persze, szívem. Kinyitottam a kalitka hajtó, jártam meg izébe, hogy még szárnyaszegetve, és nem akarsz repülni. Jó? Tehát az a lényeg, hogy amikor oldjuk ezeket a szenvedési mintákat, utána kös fel a gatyát, mert utána az egónak az igazi elkezdesz találkozni a ninja verziójában. Jó, Petra, akkor ne. Jó, lehet, vannak olyan úgynevezett chunk levelok, tehát mikor az ember hipnózist meg tudatalatti struktúrákat tanul, akkor lehet nagyon mélyre menni, lehet kevésbé, és ennek több ezer rétege van. Minden előadásban egy más szinten nyúlok ebbe a struktúrába bele, mert tudom, hogy mihez vezet, ez a lényeg. Jó? Tehát nem akarom most azt, hogy hajnali háromkor az ego lefejeljen téged, és azt, hogy bezzeg ez a Robert! Ha ő nem oldotta fel a szenvedést, akkor most nem fájna a hajam. Jó. Jó, akkor csináljunk egy enyhe verziót. A szenvedés az nekem tetszik, mert most nagyon apropó. Csinálok egy olyat, hogy nem ti fogtok beszélni, hanem én mondok egy hipnotikus beszédet, és akkor ti csak hallgassátok. Beteszek olyan védelmeket, meg kapcsolókat, hogy a lehető legkisebb, vagy legkevesebb probléma legyen lehetséges. Jó, nem lesz semmi baj. Ha tudod azt, egy értelmes, tudod, talpra esett, humán, vagy akkor tudod azt, hogy ha holnap fáj a hajad, akkor figyelj, kensz rá CBD-s hajzselét. Mária Hilpestre aztán van a hajszaküzlet, ott van a CBD-s hajzselé, és a hajszakértő azt kérte, hogy kend a hajadra, attól nem fog a hajad fájni. Na, erről szólt eddig az ego világ. Kend a hajadra. Oké. Okay. Szenvedés? Belenyünk egy kicsit? Alright. Tehát most csak annyi, hogy hunyjátok le a szemeteket. Ezt majd valószínűleg, hogy felrakjuk a YouTube-ra. Jó? Tehát nem kell semmit csinálni. Azt kérem tőletek, hogy legyen egy jó attitude. A szándéka ennek az oldásnak az, hogy segítsen erőd tökbe lépni. Segítsen úgy bevállalni azt a csodálatos teremtői missziót, ami miatt mi most meg ti itt vagytok. Most, hogy így ellazultál, kérlek, ismerd el önmagad. Ismerd el és fedezd fel azon részeit a testednek, amiről eddig nem vettél tudomást. Nézd, hogy a szíved is magától ver, kerinteti a vért, biztonságban vagy. Ha bármi nemű feszültség
létezhet, vagy előfordul most a testedben, azt kérlek, engedd el. Nincs most rá szüksége a következő pár percig. Most engedj el minden feszültséget a testből, a mellkasból, a nyakból, vállak, pocak, combok, vádli, a lábfej, az ujjak, karok, kézfejek is. Adj teret a gyógyulásnak. Engedd meg magadnak, hogy elfogadhassd azt a magasabb nívót, amire te érdemes és méltó vagy. Engedd meg magadnak, hogy az új életre és az új frekvenciákra ráhangolódhass. Adj teret magadnak, hogy szerethesd magad. Hogy fogadd el magad. Úgy a testet, mint a többi részedet is. Tudom, hogy nagy és kemény út áll mögötted. Most nem kell visszanézni. Nem kell ránézni semmire, csak élvezd azt, hogy itt vagy a mostban. Azt, hogy vagy, és hogy biztonságban és szeretetben vagy. Tudd azt, hogy nagy küldetésed van, és hogy ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog. Tudd azt, hogy képes vagy. Tudd azt, hogy erős vagy. És tudd azt is, hogy a régi szenvedések, amik gyakori minták voltak a történelmekben, azok csak azért léteztek, mert az emberek nem tudták, hogy az is csak egy átmeneti állomás. Nem mondom azt, hogy jó volt megtapasztalni minden rétegét a szenvedésnek, de biztos adott olyan rálátást és tanulási lehetőséget, ami most téged gyarapít. Tudd azt, hogy elérheted az álmaidat. Érdemes vagy rá, és nem kell szenvedned azért, hogy valamit megkaphass. Nem kell a szenvedés árát perkálni csak azért, hogy valami, amit te szeretnél, az eljuthasson hozzád. Érdemes vagy a könnyed teremtésre. Érdemes vagy, és méltó vagy a jó és boldog életre. Bármikor úgy érzed, hogy a szenvedési minta megjelenne, ismerd el, ismerd fel, és mondd neki, hogy oké, köszönöm. Eddig ez tűnt csak egy opciónak, de most már látom, hogy ez egy opció a sok közül. Nem kell itt megrekednem. Felelősséget és tudatosságot teszek az életemben, és erőt, és kiszállok ebből a szenvedési mintából, ebből az áldozati mintából. Még akkor is, hogyha mások görcsösen kapaszkodnak ehhez,
nekem van más eszköz is a kezemben. Én egy a teremtő, ártatlan gyermeke vagyok. Ez vagy te. Egy ártatlan, teremtő gyermeke a teremtőnek. Minden ezzel ellenkező gondolat az ego szüleménye. Engedd be a fényt, engedd be a bőséget, engedd be a jó lelkűséget, engedd be a jó szívűséget. Megértem lehet a jó, boldog, szép, kedves, mosolygós életet, és már a tiéd is. Kérem arra teremtőt, hogy most a ti törzsfejlődésetekben segítsen abban, hogy engedje el azokat a potenciális, dühös és haragos részeket, amik most a felszínre jutnak, vagy juthatnak, azok is részeink, csak eddig a mélységben lapultak, megszégyenítve, bűntudatban elutasítva. Az egység felé vezető úton, ahol most ti vagytok, csodák várnak rátok. Annyit kell tennetek, hogy szeressétek magatokat, szeressétek az életet, és ez a szeretet, ez úgy is megnyilvánul, hogy adjátok magatokat természetesen és autentikusan. Legyél te, boldogan legyél te, de ez nem azt jelenti, hogy bántóan, félelembe lenni, hanem add azt, ami a szívedben van. Teremts! Merd megtenni a következő lépést? Légy bátor. Mert bátor vagy. Mert megmered tenni a következő lépést, és jól esik ez a pozitív változás. Te vagy az új föld. Te vagy az új világ. Te vagy az új lehetőség. Nem vagy egyedül, szeretve, kísérve és támogatva vagy. És ez így van, és így lesz. Kérem és köszönöm. Oké. Nyissátok ki a szemeteket szépen, és akkor el is búcsúzunk. Oké, és na, szívesen. Jó, gyerekek, hát jó volt, szép volt. Most zárul Robi mókatára. Jó. És következő alkalommal találkozunk 2 hét múlva, majd kiküldjük akkor az értesítőt. Ezt a felvételt is fél napon belül, egy napon belül maximum feltesszük. Van-e bármi utolsó, gyors kérdés? Nagyon szívesen. Jó, drága. Köszönöm szépen akkor a figyelmet, és csodás estét, csodás szép napot. Szervusztok!